Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Egy olyan művész a vendéglátónk, aki Szatmár Németiben született, és a 70-es évek elején érkezett Magyarországra. 76 óta alkot Szekszárdon. Azt mondják róla, összeférhetetlen a tehetségtelen és piszkálkodó emberekkel. Szatmár Juhas László. Jó napot kívánok mindenkinek! Tudom, hogy unja, mert hogy elmondta, de hogy egy picit azért meséljen nekünk arról, hogy milyen volt az élet a 70-es évek előtt Erdélyben? Hát 70-től visszafelé menjek, vagy 47-től 70 felé. Mert 71-ben volt Szatmáron egy nagy árvíz, aztán most kiöntött, és hát minket kimosott a lakásunkból. Anyám maradt tulajdonképpen Szatmáron, miután én eljöttem. Ide nősültem, és gyerekkorban mondjam úgy, hogy eléggé ilyen, hát úgy mondják az ilyenre, hogy rossz gyerek voltam. Az alsó tagozatban nagyon szorgalmas, jó tanuló voltam, aztán a felső tagozatban már egy kicsit már elkutyultam. Már nem nagyon tetszett az iskola, már kijártunk a Szamosra inkább, az úgy jobb volt. Persze otthonról az iskolába indultunk, aztán a táska valahogy lekerült rólunk, és tekerektünk. Úgy kerültem Marosvásárhelyi Művészeti Gimnáziumba, hogy iskola, tehát az általános iskolában a órák alatt is rajzoltam, állandóan rajzoltam, vagy a tanulmányok alapján kapott, mondjam úgy, hogy képinformációkat rögzítettem, vagy saját magam ötletét vetítettem papírra, vagy vetettem papírra. És hát néha-néha meg is róttak emiatt, hogy nem figyelek, hanem rajzolok a pad alatt. És utolsó évben Marosvásárhelyről jöttek tehetségkutatók, mert abból a régióból, az Észak-Magyarország régióból nem nagyon kerültek be a gimnáziumba, művészeti gimnáziumba emberek. És az volt a lehetőség, hogy összehívnak bennünket egy kollégiumba, ahol egy lányt leültettek, és mindenki rajzolhatott. Nos, nekem is mondták, hogy itt a lehetőség, mehetek rajzolni, és mondtam, hogy se papírom, se ceruzám, se féltem, és kedvem se nagyon volt, de el kell menjek. Na, elmentem. Az volt a kritérium, a rajz hátára lehetett írni a címet, aki szeretne felvételizni a gimnáziumba. Jött a sugallat, odaírtam a címemet, elvitték a rajzokat, pár hét múlva jött a levél, hogy menjek felvételizni. Kicsit rövidre fogom, sikerült a felvételi. 5 éves gimnázium, festészetet, textilt, szobrászatot tanultunk, tanultam én. Mindenki választhatott szakot, és utolsó évben, 5. évben, utolsó évben csak a szobrászatot maradt, a többit azt elhagytam, és ebből érettségiztem, szakérettségi. Miért maradt el a többi, és miért lett a szobrászat? Az volt az érzésem, hogy a szobrászat izgatott a legjobban, mert térbe lehetett dolgozni. A festészet az egy felületet próbálsz színezni, vagy látvány alapján, vagy fantázia alapján. Gimnáziumban az volt a, mondjam úgy, hogy rendszer, hogy ha szünidőbe ment az ember, miután visszamentünk az iskolába, akkor mindenki bemutatta, hogy mit dolgozott otthon. Na most kollégák, nem dicsekvés, mondom, csak szám arány, hogy volt, aki 4, 5, 10, én általában 15-20-at
csináltam egy hónap alatt, vagy nyári szünetben nyilván a legtöbbet, de téli szünet meg tavaszi szünetben is. Ezek rajzok, festmények voltak. Na most izgatott mindig az is, és elég sokat festettem is. Volt olyan, hogy elkezdtünk vagánykodni, tehát a modern művészet felületi játékait vittük bele a munkánkba, és ránk szólt a tanár, hogy nem. Nem rohangálunk, hanem tessék úgy megfesteni, ahogy látod. Úgy fest meg, hogyha a légy rászáll, a légypiszok is látszódjon. És hát igyekeztünk úgy festeni, ahogy mondta a tanár, és akkor egy alkalommal, hát úgy éreztem legalábbis, hogy megdicsért, egy csendéletet festettünk, és azt mondta, hogy na jó van, festhetsz bárhogyan, ahogy akarsz, innentől kezdve. Volt egy olyan elméletem is, hogy éppen emiatt nem lehet majd engem legyőzni, én kinövöm magam, hatörik, ha szakad, mert elárasztom a világot szobrokkal. Nos, ebből nem lett semmi, persze, de tényleg elég gyorsan dolgozom. Kollégák mondták, hogy te már kész vagy, hát mi még félig sem vagyunk kész, és te már kész vagy. Nem tudom, mert fejbe előre elkészítem a szobrot, rajzokat készítek, és mikor már csinálom, akkor már nincs mit gondolkodni, akkor megcsinálom a szobrot. Tehát nem töprengek rajta már, akkor csinálom. Azért a világ elárasztása majdnem sikerült, mert hogy a Benfica stadiontól kezdve Németországig vannak szobrait. Hát ez tulajdonképpen nem én, meg nem, hogy mondjam, nem közvetlen engem találtak meg. A fiam kiköltözött, kinősült Portugáliába, Lisszabonba, és az egyetemen, még, mert egy év alatt megtanult portugálul, pszichológiára beiratkozott, felvételizett, beiratkozott, és az egyetemen megbeszélte a főnökökkel, hogy van nekik ott egy galériájuk, ahol alkalmanként még a művészek dolgoznak, és ott, hogy a diákok lássák, hogy készülnek az alkotások, és apám az szobrász, és hívjuk meg. Meghívtak, volt vagy négy-öt kiállítás, kétszer vagy háromszor szobor, aztán grafikák is voltak, festmények is voltak, közös volt az asszonnyal is, ő tojásokat hozott, én akkor azt hiszem grafikákat vittem. És a magyarországi nagykövetet hívta meg a fiam a kiállításra, szívesen el is jött. Egy nagyon szimpatikus fiatalember volt, meg is nyitotta a kiállítást, és szólt a fiamnak, hogy mit szólna apát, ha csinálna egy szobrot a volt edzőről, a nagy híres edzőről, és a fiam szólt, hogy apa, mit szólsz hozzá? Mondom, rajta, megcsináljuk. Úgyhogy így került a szobor, a kétméteres nagy szobor, mert volt egy ilyen legenda, hogy a Benfica nyert kétszer egymás után kupát, Európa kupát. És azt mondta Gutmann, hogy főnökök, akkor kéne egy kis fizetésbe is megjelenjen ez az edzésnél. És mondták neki, hogy szó sem lehet róla, és azt mondta, hogy na innentől kezdve 100 évig nem fog nyerni a Benfica. És ez körülbelül 60 évvel ezelőtt mondta, mikor a szobor kijött, és mondták ott, hogy hát az Eusébio is eljött a Bécsbe, mert ott van a Gutmannnak sírja, és ott sírt és könyörgött a Gutmannnak, hogy vegye le róluk az átkot, nem nyertek azóta. És Gutmann ott hagyta őket, nem nyertek, és
Hát a szoborral gondolták, hogy kiengesztelik. Mondtam nekik, hogy, mert mondták, hogy szóljak pár szót, és mondtam, hogy hát ez egy városi legenda. Én megcsináltam a szobrot, de a futballozás fogja eldönteni, hogy nyernek-e vagy sem. Nem a szobor. Aztán így lett belőle szobor. Milyen ügy végig sétálni a városon, hogy, hogy látod? Hát mondjam azt, hogy végül is egy kicsit közömbös, illetve én azt szeretném, hogyha még több szobor lenne, nem tőlem, hanem a városban lenne még több szobor. És nem emlékmű és történelmi illusztrációk, szobrok, hanem a város jellegzetessége, a sárköz bemutatása, akár a bortermelés, a bor körüli szobrok témaként. Ebből a városból egy gyöngyszemet lehetett volna csinálni, de a város nem élt vele, hogy itt vagyunk. Annak idején arról volt szó, hogy a művésztelepen, az itt, amit csináltunk, művésztelepet, hogy minden évben kiteszünk egy szobrot a városba, ha támogatják a művésztelepet. Hát, vagy kétszer támogatták, aztán kevés pénzzel. Adtak 300 000 forintot, mi kitettünk egy 2 milliós szobrot értékben, mert nyilván, hogy... De hát, mit csináljunk, ez van. Azt, hogy egy művész milyen művésztelepre, azt úgy körülbelül lehet érteni. De miért csinál művésztelepet? Azért csináltam művésztelepet, megmondom én. Az APEC majd elkap. Vagy a NAV, vagy mi ez. Akkor elég jól jövedelmekhez jutottunk, és úgy voltunk vele, hogy pályázunk is pénzt. Az elején a Nemzeti Kulturális Alap is jócskán adott pénzt, és mondjam azt, hogy könnyen tudtunk csinálni művésztelepet. Saját pénzt is betettünk, a feleségem főzött, épült egy épület, és ott volt 5 szoba, volt 2 ágyas szobák, meg volt 1 ágyas, és 6-8-9 művészt meg lehetett hívni, akik teljes ellátást kaptak egy hónapig, és csináltak 6-8 szobrot, abból 1-2-t itt hagytak, hogy legyen egy gyűjtemény, és többit hazavihették, teljesen ingyen bérmentve csinálták. Manapság, ha elmegy az ember egy művésztelepre, fizetni kell. Én nem is nagyon járok művésztelepre. Nem csak emiatt, hogy nem látom be, hogy miért fizessek én, mikor ott hagyok egy alkotást is, meg még fizessek is, és egy hétig vagyok valahol. Hát az nem művésztelep, az olyan. Azt mondják a műveidről, hogy humorral van tele, és olyan eseményeket visz a bronzba, ami egészen biztosan úgy nem történhetett meg. Hát igen, naturálisan megfogalmazni egy alakot, vagy egy jelenséget. Általában figurális szobrokat szoktam csinálni, hogy a figurák teljesen realista, naturalista legyen, az egy kicsit, mondjam úgy, hogy nekem kevés. Tehát ezért van az, hogy vagy kis gag, egy kis poén, egy kis játékosság kerüljön bele, és hát köszönöm, ha így látod, vagy így látják, mert akkor jó az út. Hogy mondjam? Igyekszem szakmailag teljesen körbejárható szobrot csinálni, nem csak frontális nézete legyen. Ha elmegy vagy körbejárja egy ember, akkor mindenhol lásson egy kis poént. Ajánlottam is a városnak ilyet például, hogy hordókon ülő, iszogató emberek körbe-körbe egy oszlop tetején. Semmi reakció nem volt, pedig egy időben az arról volt szó, hogy adjunk be ötleteket, és hát majd meglátják, hogy mi lesz. Hát állítólag egyedül én adtam be ötleteket, aztán nem lett belőle semmi.
Hogy alkotsz egyébként? Jön egy ötlet és nekiállsz? Vagy elkezdesz valamit csinálni, aztán az majd egyszer csak lesz belőle valami? Sokszor beszélgetések alapján, olvasmányok alapján, filmek alapján, zene alapján látok valamit, és azt tovább gondolom. Például volt egyszer egy ilyen, hogy vélemény, kialakított emberről kialakított vélemény. Volt egy festő kollega, aki szerintem álmaiba festett igazából, nem a vászonra, és ez megmozdult a fejembe, hogy ez az álomfestő. És akkor a festő lebegett a levegőbe, és úgy érintette a vásznat az ecsettel. Az illető meglátta, meg tetszett neki, és azt mondta, hogy legyen az övé. Mondom, rendben van, legyen a tiéd. Azóta nincs az a szobor, és elvitte az álomfestő. De hát Istenem. Van olyan szobrod, amire azt mondanád, hogy ezt egészen biztosan nem adnám el? Nincs. Én nem magamnak csinálom. Nem gyötrődöm akkor, amikor csinálom a szobraimat, élvezem csinálni. Örömöt lelek benne, hogy csinálhatok szobrot. Úgy vagyok vele, hogy ha elkészül, akkor másnak is legyen benne öröme, illetve főleg másnak legyen benne öröme. Én már foglalkozom a következő gondolattal, szóval a következő ötlettel, és abba igyekszem kiélni az örömet. Tehát a csinálás öröme nekem az fontosabb, mint a tulajdonszerzés öröme, vagy a tulajdonlás öröme. Mennyi idő kell, amíg az ötletedből szobor lesz? Ha oldalra nézel, ott a polcon van egy ilyen stóc papír, el lehet képzelni, hogy hány lap van, azokon szobrok vannak, amik már nem is fognak megvalósulni. Abból néha-néha kiemelek egyet-egyet, nézegetem, forgatom, újra tervezem, és megint nem lesz belőle semmi. Szóval most már szinte mondhatnám azt, hogy papíron szobrászkodok. Bánt, hogy az ötleteidet nem tudod megvalósítani? Nem, hát az élet mulandó, nem. Nem, hát amit sikerült megcsinálni, vagy amit sikerül megcsinálni, azt szívesen csinálom. Nagy méretben volna jó, mondjam a nagy méretet, ilyen 1 méter, 1 méter 20 centi, nem kell gigantikus dolgokra gondolni. Emberléptékű szobrokat volna jó csinálni, de mindenki megijedt tőle, már a potenciális igénylők esetleg megijednek, hogy hú, de drága egy szobor. Hát egy szobor az nem olyan drága. Az ember, ha csinál valamit az örökké valóságnak, ha megveszel egy tévét 300 ezer forintért, 3 évig, 4 évig, 10 évig működik, utána kidobod. Na most az nem drága. Veszel egy mosógépet, veszel egy bármit, egy autót például, kihozod a irodából, vagy honnan a szervizből, és már a felét éri az autó. Az nem drága. Azt látod, hogy a művészet elvesztette az értékét? Nem csak a művészet, az teljes kultúra. Manapság valahogy annyira változik a világ, hogy a kultúra elsüllyed lassan. De minden, a profi kultúra. Az amatőr kultúra az virágzik, az fejlődik. De kérdés, hogy az amatőr, aki nem tanulja meg a szakmát, alkalmanként csinál jópofa dolgot, akár még értéket is, de sokkal agilisabb, sokkal jobban akarja magát felszínre hozni. Valamikor megyei művelődési osztály vezetőivel beszélgettem, és abban az időben még arról volt szó, hogy csináljunk minden megyében, minden megyeközpontban van művészeti iskola. Hogy Szekszárdon miért nincs? Hát ez is egy megye székhely. Hát csináljunk egy... Leíratták velem a
a tervezetet háromszor is, és akkor elmentünk még más művészeti iskolákat megnézni, Pesten is voltunk, Kecskeméten is, és az volt a vélemény, mikor jöttünk haza, hogy hát a művészetet nem nagyon kell finanszírozni, már így, hogy iskola, meg oktatni, meg ez, meg az, mert a tehetség az utat tud törni magának. Mondom, ez nagy tévedés. Hát dehogy nem kell tanulni. Én úgy mellesleg 11 évig tanultam a szakmámat. Hát kell tanulni, van mit tanulni, még most is van mit tanulni. Művésztelepek erre jók, hogy még idős korában is az ember tanul. Tulajdonképpen egy továbbképzés. Elszigetelődtél egy picit? Engem szigeteltek el, én nem szigetelődtem el. Úgy perifériára kerültem. Nem nyüzsgök, nem keresem a érdekbarátságot, nem kínálom magam. Aki akarja, hogy csináljak valamit a városnak, vagy néha-néha bemutatom, hogy milyen terveim vannak, nem érdekel senkit. Aztán így, hát főleg a vezetőket. Aztán így hova tolakodjak? Nem tolakszom. Kitalálok új anyagokat, ami nem kerül olyan sokba. Most legutóbb kísérletezem műbronzzal, hogy így mondjam. Azaz műgyantát keverek be, hogy bronz jellegű legyen. Itt is van példa a polcon mögöttem. Ilyet már volt, hogy meg is vettek. Persze kevés pénzért nem árába veszik a szobrokat. Nem tudják a szobrokat árába venni az emberek. Az a gondom, ez egy kicsit elszomorít, hogy akinek volna pénze, milliói vannak, nem áldoz. Pénz kultúrára, nem érdekli. Van még ötlet a fejedben? Van rengeteg, persze. Ami, hát az ötlet az nyüzsög, állandóan topzódik, ezért muszáj gyorsan papírra vessem, mert elfelejtem utána. Jön a következő, és akkor elfelejtem. Meg ha elkezdek csinálni szobrot, akkor szoborcsinálás közben jön a következő szobor ötlet. És akkor egyik hozza a másikat. Köszönöm, hogy vendégül láttál minket. Egészséget. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.